az látszik a napraforgónál, hogy hát ha nem is olyan óriási nagyok a tányérom. Márk János növénytermesztési ágazat vezető az idei napraforgó termést mutatja. Mint mondta, nagyon vegyes a kép. A napraforgóval elégedett a legkevésbé, hiszen az eső kedvezett a gyomnövényeknek. Ráadásul a gyomírtószer, amit használtak, a csapadék miatt felcsapódott a napraforgó leveleire, amely tőritkulást okozott. Ennek következtében a gyomosodás még erőteljesebb lett. Igen, erőteljes a gyomosodás, sajnos a napraforgó táblákon is látszik, és a kukoricába is egyre jobban jön elő az, ami nem kívánatos. Bár nagyon sokat ezekkel már nem lehet kezdeni, hisz ilyenkor már se gyomírtás, se olyan művelet nincs, amivel ugye ezt a nagy állományt ugye kezelni tudjuk. Egy valamit lehet tenni, és ami látszik is, hogy a napraforgónál is azért az érési folyamatok már most bármennyire is volt csapadék beindulnak, tehát azt lessük mi is, azt várjuk, hogy mi hamarabb, ahol lehet, deszikálni kell, tehát az a deszikálás annyit jelent, hogy állomány szárítást végzünk, ami szükséges azért is, mert egyrészt egységes lesz az állomány, másrészt ezt a nagy gyomfertőzést is nyilván ezzel megakadályozzuk, illetve leszárítjuk a gyomokat, tehát a betakarítás is könnyebb lesz ennek kapcsán. Nagyon kicsi terület van, csak a közepén, ami nem termékeny, úgyhogy az összes többi az berakódott. Márk János mindehhez hozzátette. A virágzás és a szemtelítődés időszakában lehullott csapadék ugyanakkor növelte a kaszatok számát is, így a napraforgó minősége jónak mondható. De a termés idén jóval kevesebb lesz, mint az előző években. A felvásárlás ára pedig alacsonyabb. A napraforgóból én nem várok rekordtermést. Országosan nem olyan rossz a kép, ami igazolja, hogy az ár az viszont nagyon-nagyon lement, tehát végül is 80 ezer alatt van már tonnánként a napraforgónak az ára, ami hát bizony egy 25 vagy 2,5 tonnás termés átlagnál éppen, hogy csak a költségeket fedezi, vagy még az sem. Tehát nem egyszerű a gazdák sorsa. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívta a figyelmet arra, hogy noha országszerte jó a napraforgó állapota, a növények egészségesek, de a sok csapadék nem csak a gyomosodásnak, hanem a gombabetegségek kialakulásának is kedvez. Emiatt a szár- és tányérbetegségek megjelenésére kell számítani. Így ajánlott fokozott figyelmet fordítani a növényvédelemre.